Először Kocsmába, aztán meg egy indián törzshöz. Tehát szeretem a minden háromból, hogy érkezett nyilakat magamban. De ez volt az útja. Ezt kaptam, hogy úgy élnénk, itt előtte meg kellett tenni ezt a halat. Japánban már ettem fugut, azt, aki nem tudja, azt úgy készítik el, hogy még élve gyorsan lenyúzzák, ezt 2-3 szakást tudtam. Japánban kérdezem, hogy ez hogy történik, hogy a mérget ne lője bele a saját testébe, azt mondták először, föl kell bosszantani. Mondom, mit mondott neki, hogy te nem vagy fugu, és ettől felkészítik magát, és gyorsan lehetnák róla kérget, azt mondják, hogy hát nem, hát van ennek egy eljárása. Tehát ott megkaptam 3 tallérkát a szakástól. Mondta, hogy akkor először, hogyha te ennél belőle, azt mondja, én a szakács vagyok, a kísérve, az te vagy. Én nem volt még a szakács, se, tehát nekem csak meg kellett tenni ezt a halat. Mondtam a fiamnak, hogyha valamilyen elváltozást lát rajtam, a székkel azonnal is sül le. Én dobogom a tengerbe, és törött kézzel valószínűleg csak az a cápa fog megenni, aki éhes. De nem voltak olyan elváltozások, sőt, hát egyfajta elváltozás volt, amit ordítottam, hogy még 8 mojitót. És akkor azzal annyira bátorra ittam magam, hogy mondtam a fickónak 11 óra környékén, hogy van még valami nyitva? Azt mondja, hát van, keposztva egy kocsma, tehát nem javasolja, mondom, akkor menjünk gyorsan. Akkor majd keposztba visszatérünk, mert nincs, van hozzá kép. Viszont Mr. Danger-rel másnap elmentünk az őserdőbe. Majd nem mondja, hogy ott jöttem rá, hogy mi fehér emberek, borzasztóan hitványak vagyunk. Már úgy mondanám inkább, hogy emberek. Tehát teljesen mindegy, hogy most fehér vagy fekete vagy színes, teljesen mindegy, mert 3 lépést tudunk tenni csak az őserdőbe, hogy a molyom, amelyik megszületik, egész életen keresztül lóg a kezén a fán, és nem fáj neki. És ugye 5 métert olyan boldogsággal, mint a bekkori tandemugrás, és boldog. Mi, ahogy mentünk az erdőből be, körülbelül 3 méter után ránéztem egy gyönyörű virágra, mondom, azt a gyönyörű töltséges virágja van neki, a Mr. Veredincsen ennyit mondott, igen, de nem javaslom. Mondom, mit nem javasol? Hogy beleszapoljak? Hát olyan illata van neki, már innen érzem azt, hogy a 2 héttel ezelőtt beleszapolt 2 faszi már nem él. Azt mondom neki, mondom, hogy frankó. Mentünk tovább. Ugye lefotóztam ezt az állatot, mondom neki, hogy de szép színes, azt mondja, igen, ez okozja a kerbulász. Jó lenne, hogy hátra egy lépték, aztán anyjánokat meg, mert lefotóztam. Utána mentünk tovább, ugye mindenfajta állatot láttunk. Azt mondja, hogy a majomnak van esze, és a felső vezetékbe betekerje a farkát, hogy nem mondom őszintén, hogy azóta is irigylek tőle. Azért az mindent visz. De hogy ezen 2 ponton tud kapaszkodni úgy, hogy 50 métert fut előre, érted? Annélkül tudnál, hogy miért, az csodálatos. Illetve hát Mr. Vertinger felhívta a figyelmet, mert ezek az emberek arra vannak rászakosodva, hogy 50 méterről mindent látnak. Én nem tudom az őserdőben, magamat nem tudtam felfedezni, hogy vagyok. De ő 50 méter így azt mondja, hogy ott a majhár, mondom, hol? Ott, nem látom, ott a fán van, megőrülök, mondom, hát nem látom azt, de ne csináljam már, ott van, nem, hol? Azt mondja, ott van 50 méter, és adott egy távcsővel, mondom, távcsővel is olyan picit ad, meg innen se látom. Nem, hogy tök aranyos állat, egyébként az is. Ja, hát ő nem, mert miért megyed mindig hátra fel, azt hittem előre megyünk, ha ott van másik két. Nem. Mindegy, hát ezt a kígyót nem láttam, ezt. Erre azt mondta, hogy gyönyörű lián, azt mondta, hogy igen, ez az a fajta mérges kígy, amit nem meghalok tőle, ha megharad, hanem fél órán belül szétragad az összes húsa. Akkor is lefotózó van megöl. Ezt mondta, hogy legalább a fotó megmaradt. Tehát csak a veszélyek. Ugye a Jurassic Parkba járkáltunk, aki nem volt még Kosztarikában, nem tudja. Ilyen őslények bolykáltak ki. Ezek aztán később futtak a víz tetején, de nagyon csúnyán néz. Közelre meg még borzasztott, de nagyon aranyos állatok. Ő nem túlzottan nagy, de hogyha úgy szembenézne vele, amikor fölébredek, biztos, hogy az élete le. Tehát, hogy azonnal tudnék menni reggelizni. Igen, itt a másik, ugye alig vette részt a következő, de Mr. Greg Danger azt mondta, hogy ott a fiú. Ő a tarajos, a fiú. Ez még gyorsabban futott, mint a lány, mert szerintem már beszélgettek előtte. És hát 2 óriási majomra találtunk, hogy őserdőbe. Izgalmas volt egyébként, megmondom őszintén, a cél az volt, hogy át tudjuk menni, és hogyha már nem jön vissza a vajhár, akkor is elmondom, hogy mondtam a Mr. Very Danger-nek, hogy nagyon aranyos állat ez a vajhár. Azt mondja, igen, but Very Danger. Mondom, de mondom, a vajhár, hát nem is csinál semmit, hát életében megszületett, az ott van. Azt mondja, nem, a vajhár nagyon-nagyon veszélyes, mert elindul keresztbe az úton, az emberek nézik, a lúzerek, ugye, csak nem
bírják kívánni szerencsétlen átmenjen, mert azt a 10 évet érted, azt nem lehet távol eltölteni. Ezért oda mennek, hogy segítsenek majd, hogy fölteszik egy fára, és ahol pillanatban ennyit csinál, rányol ide a csuklójára, és azt onnan lézer vágja le. Ennyit mondja, hogy vezetőzőrónak a tolajhálókkal, ahol volt onnan, nem számít. Viszont a túra végén át tudtunk jutni a csendes óceának egy másik öbléhez, ahol azért nem volt természetesen mosolyom, mert azt mondta a fickó, hogy ő nem menne bele a vízbe, mondom. Mert egy ranger azt mondja, hát azért nem mondom, mi van benne, medúza? Mert már medúza egyszer megcsípett még itt a földközi tengeren, amire hát azért borzasztó élményem volt, azt éreztem, hogy 380-at vezettek bele a lábomba, és amikor kikászállottam a partra, akkor mondtam, hogy egy gyógyszertárat kéne nagyon gyorsan keresni, és külvárja volna barátomat kértem meg, hogy mondom, nézzél meg körül, hogy van itt egy gyógyszertár. Egyáltalán hogy mondják azt, hogy gyógyszertár? Azt mondja, hogy lőgyógyszertár. És aztán nagy nehezen elmagyaráztam, hogy kérnék a medúza ellen egy valami szert, egy kenőcsöt, mire egy barátom annyit mondott, de csak azt kellett volna megkérni a partra, hogy valaki pisíje a lábadat. Mondom, ezzel a fényszerkezettel a földközi tenger partján megkérek valaki, hogy pisíje a lábamat, lopattal vernek vagyok, hogy valaki nem is tudja, hogy ez már a szex. És de, hát ezért fölvetem a kérdés, hogy medúza, azt mondja, hogy nem medúza, egy pici aranyos állatok, azt mondja, csak hogy már úgy utálja, hogy addig csipkedik, amíg le nem rohad a lába. Úgyhogy ezek után már nagy bátorságot, hogy bementünk a vízbe, pedig csodálatos part. Tényleg csodálatos volt az egész, és hát a fickó annyit mondott, hogy ő elvisz egy másik csoportot vissza az őserdőbe, visszataláltunk maguktól is, hiszen csak 11 km-t kell menni egyet az erdőbe. Na azt nem ajánlom senkinek, megmondom őszintén, mert úgy mentünk, hogy ketten összetettük egymás hátát, és így törögtünk, hogy te látod, hogy nem látom azt a csoportot, hogy ugrik, akkor te rossz. És így mentünk, 11 km-t így menni, nem olyan könnyű. Ehhez képest azt, hogy a fickónak azt mondtam, hogy hol van egy aranyos kocsma, este 11-kor, amire minden európai meg magyar azt mondja, hogy nem veri, én csak halálos faszos. Ugye mi elmentünk úgy, hogy annyit mondtam a fiamnak, mert 470 évet osztottam ki azonnal, csak úgy, hogy körbenéztem, hogy egyet rendelj és sokat. Nem kell állandóan forgolódni, öcsém, mert oda nézel, kiszúr magának, hogy mindig őt nézel, pedig csak a csapost keresed, és akkor megölnek. De nagyon izgalmas volt, ez még az őserdőhöz tartozik, azért csodálatos pillanatok, nagyon gyönyörű fák, meg mindenkinek ajánlom, mert tényleg az esőerdő, egy igazi esőerdő az az, de minden méterére okoz valami izgalmasat. Ugye, hogyha ő vele ébredsz föl, egyébként nagyon aranyos és háziállatnak számít, ő bejött a szobába is, de nem bántottuk, mert már tudtuk a nevét is, pedig a szoba nem volt rossz, és hát hozzáteszem, hogy ingyen meg bármilyen lehetett volna, de nagyon élveztük így is. És hát itt a szálloda közvetlen az esőerdőnek a szélén van, tehát innen már csak egy ugrás a halál, és föntről is, hogy te mondjam. De csodálatos, nagyon-nagyon izgalmas, tényleg szép, még egyszer megjött a hal. Búcsúzóul, hogy tovább menjünk, ugye nekünk tovább kellett menni, azért még úgy éreztük, hogy be kell járnunk az esőerdőnek minden pontját, és hát guide nélkül próbáltunk meg haladni, így aztán rátaláltunk bizonyos szépségekre, azért Costa Ricában van. Menet közben azért megtudtam az emberektől, akikkel beszélgettem, senkinek kérdezem meg, hogy milyen nyelven vagy, hogy Costa Rica az az ország, amelyik 10 év múlva már egyáltalán nem fog alkalmazni robbanómotoros járműveket, hanem csak elektromos járműveket szeretnének alkalmazni, mert a 90%-át az áramellátásoknak azt vízjárművekkel állítják elő. Hát nem gyenge folyók vannak egyébként, hozzáteszem, és nem gyenge vízesések, és hát mindenfele gyönyörű az egész. Azért élvezkedtük is, de azért az élvezet az akkor igazi, hogyha veszély is van benne, úgyhogy azért a guide-onkat csak megkértem, hogy ha lehet, akkor egy igazi veszélyes helyre elvédni bennünket, mert ez a keposzikos, mert ez nem volt az. Tehát semmi, csak velünk se kötöttek, még egy pofont se kaptunk, pedig azért lett volna rá igény, de nem. Nem megyünk el valamerre. És azt mondta, hogy hát esetleg egy törzs. Ez azt mondtam, kérdőmondom, elmenjünk az indián törzshöz, öcsém, most lesz tollas kígyó, meg minden, amit akarsz fordulni. Fához szedetnek bennünket, munkahunkra, hogy halál, minden lesz, öcsém, minden lesz. Nagyon jó lesz. És hát biztonság kedvéért még azért bukát is megbukkantottunk menet közben, de az igaz az volna itt a keposzi kocsma után. Őket ne kérdezzétek meg, hogy kicsodák, mert melléig ültek, és az ő pénzükből ittunk mi is. Európai még nem látok abban.
kocsmában, szerintem fehéret meg egyáltalán. Pedig azért van rendesen hátul élet. Fejlő a figyelmet ott a fickóra, ott a fehér trikóba, akinek a nyaka nagyobb, mint a Tysonnak bármikor. Olyankor volt tele, de elmentünk egy indián törzshöz. És hát az indián törzshöz, amikor mentünk, én el tudtam képzelni, hogy ezek még mesztelenül vannak. Milyen jó lesz, oda megyünk, meg fognak gyilkolni bennünket, vagy csak egy kicsit kikötnek a fához, azt hallottak, mondom, úgysem mondom, hogy hol a pénz, mert nincs, mondom, nem kell izgulni, és mondtam a fiamnak, hogy nem, és fél úton annyit mondott a fiam, hogy innen már nem szoktak visszajönni, mondom, az a jó, az a jó, mondom, menjünk, óriási élményem lesz, hát már nem így van, sajnos, fel vannak öltöző, pedig azért én el tudtam volna nézni, hogyha úgy trollakban van, csak burkolózza véletlenül a kis hölgy. Érdeklődtem is, hogy a testvérének is lányunk itt a hátad mögött, nem a gyerekeim. Úgyhogy onnantól kezdve nem volt tovább beszélgetés, meg hogy ő a törzsfőnök lánya van, hát akkor meg pláne nem, mert meggyilkolnak bennünket, de már fel vannak üldözve, formelben vannak, csodálatos egyébként az egész hely, ahol voltak, és egy 5x5 méteres fakulépítyóból élt az egész brigád, tyúkokkal ugye a háttérben, meg mérhetett a mennyiségű kecskével. És hát autentikus nép, mégis megérkeztünk, nagyon izgalmas volt. A törzsfőnöknek azonnal barátja lettem, mert ránézett a kezemre, ugye látta a gipszet a kezemre, azt mondja, tartoztam? Mondom, nem. Nem, mondom, motoroztam, azt mondjátok, azt mondja, ő is egyszerre. Megmondom őszintén, a törzsfőnökkel nagyon jókat beszélgettem, mert ugyanilyen hangolja van, mint nekem. Ekkor rám, ezek a törzsfőnökök, ezek Amerikában, ezek nem ilyen bölcsek, hanem keresik az angol szavakat. Tehát azért vannak egy óriási szünetek így a beszédében, mint hogy ilyen halálos bölcsek lennének, nem csak nem jönnek, hogy ezért megfelelő angol szó, de azt mondta nekem, hogy nagyon át tudja érezni, mert ő is egyszer bemongózott. Ezt igazán nem tudta, hogy micsoda, de állítólag a mongó olyan gyorsan érik, hogy mire lepottyan a fáról, már cefre. És onnan már pár nap alatjában szedik föl a fölről. Hát az összes csirke úgy ment, hogy négy lába volt mindegyiknek. És mondja, hogy bemongózott és hát motorozott, csak a három sziklából nem tudta eldönteni, hogy melyik az igazi. Tehát ő is összegörte magát, azt mondja, hogy őnek elment az eszmélete egy Oroszára, eltört a karja, eltört itt hátul a kulcsöntje, meg a gerince. Azt a gyerekei elvitték kórházba, 3 hónapig volt kórházba. Hát azt nem ajánlom senkinek, mondja ő, az ő kórházára, mondta, hogy akkor jöjjön át, ide a balesetnél, hogy megtanulják. Hát bíjazni fogja a saját kórházunkat. Beszélgettünk, és hát kérdezték, hogy akarunk-e valami ajánlani? A fiam azon azt mondta, hogy nem megyünk, mondom, hogy akarunk itt valami ajánlani, át kell venni az autentikus stílust. Hát, ők csirkét, roppantott csirkét készítettek, de azért emlékeztem, hogy kiválasztottam, hogy melyiket akarok megjelenni, a fél évvel eltalálta, és akkor azt ők megcsinálták, autentikus módon, egy ilyen falakra, mérhetetlen mennyiségű homok volt rátéve, azon volt egy darab téma, azon volt egy bátorlemez, és azon át gyújtottak be, hogy ne gyulladjon föl a faház, amivel laknak, és készült a csirke. És mondták, hogy addig, amíg elkészül a csirke, iszok kávét. Hát azt mondja, hogy ő nem szereti a kávét, mondom, én iszok helyette is. Na most abban a pillanatban már érdezem, hogy ez nem biztos, hogy ilyen szegafrédó lesz, hogy amikor elkezdték egy ilyen lábosba, amiben egyébként konkrétan láttam, hogy csirke akkor ültött ki belőle, egy élő formájában, kavarni a kávéba volt, és készítették belőle ezt a felhagozott kávét. Majd azt bele akarták önteni egy bögrébe, de egy titkos eljárással az öreg asszony lekapta az okniát, és azon keresztül szült. Erről a pillanatban a fiam miért mondja, hogy hát ott megkapta ezt bevállalva. Én annyit mondtam, hogy fogadjunk, hogy el fogom találni a kokost, amelyik fölugrott a szállítóra. Azt mondta a fiam, hogy ha ezt megcsinálom, azt mondja, fizet nekem még egy túrát. Úgyhogy gondolkoztam rajta, de aztán nem mertem megtenni, viszont elkészült a csirke, elkészült a kávé, autentikus módon elfogyasztottuk, beszélgettünk jókat, és hát megérett a mongó is, hogy mondjam. Úgyhogy idő után a mongóból kifolyólag már azért jöttek elő belőle a gondolatok, ott van hátul a kulipintyó, meg hát az őserdőnek minden.
És hát annyit kérdeztem a fiamtól, hogy te látta valamelyre vizet? Azt mondja, mit akarsz? Mondom, nem inni akarok, kezet akartam mosni, mert megsimogattam az összes kecskét. Azért most megnyalom az ujjamat, akkor gyakorlatilag a világ összes betegsége rajtam lesz. Azt mondta, hogy hát ő nem látott vizet. És hát én ennyit mondtam a törzsfőnöknek, hogy mondom, mégis, hogyha egy ilyen autentikus helyen lakunk, az ennyi dolgos kéz van, meg ennyi ember, meg ennyi fa, hát nem jutott még egy pár szobára, hogy itt készítettek volna még egy-két szobát, és akkor kényelmesebben férnénk el, meg az állatok is, meg mindenki. Ezt ennyit mondott a törzsfőnök, hát volt itt több szoba, csak elvitte a folyó. Tehát, hogy ezt elvitte, egyszer elvitte, ők már több szobát nem építenek. Ezért volt egy bezsúfoló, folyó, nem is láttam folyót, most akartam kezet mosni, mondjam, egy kis pocsolyát láttam ott a dzsungi alján. Azt mondja, az a folyó, az a folyó, az felszokott így jönni, az elviszi így a házat, azt mondja, hát ezért van minden tyúkkor két méter magasat, hogyha jön, akkor ne először vigyél a kaját. És akkor ugye mindent kezdte megérteni, a fiam kezdte érteni, miért vagyunk mit. És hát ezek után akkor már csak annyit kérdeztem tőle, hogy mondom, és sokkal van a folyó, amikor nagy? Azt mondja, hát nagyon nem, mert tele van krokodillal. Ez volt a mi kirándulásunknak a vége, visszafelé akkor már annyira fel voltak pillanyozódva, hogy megálltunk az út szélén, és egy kisebb gyemborit hoztam létre, azáltal, hogy találtam ott egy faszitakéhet, azt hitte, hogy kunkázik, és ütögetett egy hordót, és ő csak annyi kérdett, hogy mi honnan jöttünk, mondom, hogy hát most ebben a pillanatban egy indián törzstől jöttünk, de egyébként effektíven Magyarországról. Őt ezt felvillanyozta, a mi tiszteletünkre egy fél órán keresztül kongázott, énekelt nekünk Kosztarikáról, valamilyen nyelven, ami az ő nyelvű, illetve az utcáról bejött még egy olyan 200 ember, és együtt táncoltunk hajnalig, és hát hogy nem mondjam, hogy együtt is ittunk. Én szerintem ez volt az igazi kaland. A fiamnak meg ez volt az igazi szórakozás, utána mehetett művészkedni, aztán mindent előszedett, amit addig éltett. Ez a mi kirándulásunknak a vége, az, hogy visszafele Philadelphiába, amikor újra át kellett szállni, és én akkor már egyedül jöttem, és az én angolságom kevés volt az, hogy elmondjam a fickónak a kérdésére a válaszomat, hogy mennyi ideig szeretnék tartózkodni Philadelphiába, mondom, semeddig. Nézett rám, hogy sem menti, akkor miért akarok ide bevenni? Mondom, nem akarok bevenni, be akarok menni, ki akarok menni. Ezt ő nem tudta felhúzni, mert ugye ezt több angolsággal csak ennyit mondtam, hogy inside, outside. És kérdezte, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Magyarországról, azt mondja. Azt már mondtam az előbb, de honnan jöttem, hogy Magyarországról. Ezt játszottuk még egy pár percig, hogy 250 méter hosszú sorát, akik megfordultak, mert 6 percben mentünk a gépük. Azt mondja neki, mondjam már meg, hogy honnan jöttem. Mondom, Magyarországra jöttem, most mi a kérdés? Azt mondja, fickó, most honnan jöttem? Ja, most Kosztarikából. Ó, vagy meg. Kár volt megmondanom, ugye ezen gondolkoztam, és akkor mondja nekem, hogy Kosztarikából jöttem? Mondom, igen, de nem egyedül mentem. Ezt nem kellett volna még megnézni. Ugye ezt már nem tudta feldolgozni, hogy a Duolingo nem segít ebbe. És akkor mondja neki, és akkor oda hogy mentem? Hát oda úgy mentem, hogy mentem a fiammal. És azt mondja, és a fiam most hol van? Ő most ott van, mondom, Kosztarikában. Azt mondja, aranyás? Mondom, nem. Dzsengázik? Mondom, nem. Bűvészkedik. Hirészdered, berészdered. Bemenni se könnyű, de kijönni nagyon-nagyon nehéz. Nem ajánlom senkinek, de az utat mindenféleképpen. Köszönöm szépen, hogy eljöttem.